Gratulálok Ritter Gergelynek, a 6-os számú budaörsi választókerület egyéni képviselőjének a 7. sikeréhez. Nagyon szépen köszönöm, és elsősorban a választóknak köszönöm, hogy ezt elérhettem, hiszen az ő bizalmuk alapján ülhetek most itt, és ülhettem eddig is a képviselői székben az önkormányzatnál. Minden egyes ciklusban meg kell keményen dolgozni ezért a sikerért, vagy ennyi idő után, évtizedekről beszélhetünk, az ember egyrészt egy rutinra szertesz, másrészt mindenki ismeri, ráadásul házi orvosként is ismert figurája Budaörsnek, vagy azért kemény munka van benne minden egyes új ciklusban? Én azt gondolom, hogy én speciál, pont ahogy említette szerkesztő úr, hogy abból a szempontból könnyebb helyzetben vagyok, hogy nagyon sok páciensem is lakik, nem csak ebben a körzetben, más körzetben is, hiszen most már közel 5000 beteg tartozik hozzám. Tehát ilyen szempontból ez megkönnyítette a dolgomat. Egyébként sem vagyok az a típus, aki tolakszik a népszerűségért. Úgyhogy azt gondolom, hogy az idők során, vagy az idők folyamán kicsit úgy változott a helyzet, hogy kevesebbet izgultam, vagy kevesebb feszültséggel járt a kampány. Természetesen hát azért kellett tenni azért, hogy ezt végig tudjuk vinni, és hát az egész csapatnak. Az országos dolgokat, hogyha nézzük, akkor de az utóbbi időben már meglehetősen elmérgesegedett sárdobálás, személyeskedés jellemezte. Ebből egyrészt ön ki tudott-e maradni, tehát egy házi orvost mivel lehet támadni, meg egy egyéni képviselőt, aki ennyi cikluson keresztül újra és újra lett választva? Őszintén szóval személyes támadások nem értek. Gyakorlatilag korábbiakban sem, tehát emlékszem, hogy egy alkalommal volt az, hogy a választások előtt a Fidesz előjött azzal, hogy mindenkiről van egy dosszié, és hogy mindenkiről van egy ütős mondásuk. Rám annyit sikerült összehozni, hogy valamikor az SZDSZ szekértolója voltam. Ez volt a fő vádpont ellenem, holott én sose voltam semmilyen pártnak a tagja, valóban szimpatizáltam a liberálisokkal, támogattam őket, de nem voltam semmilyen pártnak a tagja. Ez volt a legdurvább, amit ellenem össze tudtak hozni. A kampányban most sem, tehát személyesen most sem érintett a dolog, az, ami a negatív kampány volt, ugye az, abból eleve úgy voltunk vele, és ezt meg is beszéltük még a kampány elején, hogy ebből kimaradunk. Kimaradtunk a plakátháborúból, ugye azzal is megszóltak bennünket, hogy nekünk ilyen csirízes plakátjaink vannak, amiket lemos az eső, meg hogy nem tiszteljük a választ, meg szóval voltak ilyen szerintem ostobaságok. De ebből igyekeztünk kimaradni, és az elsődleges célunk az volt, hogy arra hívjuk fel az emberek figyelmét, hogy próbáljuk meg megtartani Budaörset olyannak, amilyen. És innen fejleszteni tovább, ennyi volt a mi hitvallásunk ebben az ügyben. Mi az, amiben meg lehet újulni? Mert szokták azt mondani, hogy ha elkényelmesedik egy politikus, bármilyen sikeres is, az sose jó. Ugyanazt fogja képviselni a következő 5 évben, mint eddig gondolom, mert az a recept bevált, hogy stílszerű legyek. De van-e valami, ami most ilyen a egyéni képviselőként a érdeklődése homlokterébe került? Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy az én körzetem egy ilyen szempontból is szerencsés körzet, hiszen egy kisvárosi kertes település rész. Nagyjából azokat a fejlesztéseket, amik a legfontosabbak, tehát az utcafrontoknak, illetve a közműveknek a fejlesztését, azt az elmúlt években megcsináltuk, az összes utca készen van, egy még most folyamatban van a Kenyérgyár utca, de egyébként a többi rész rendben van, és éppen a délelőtt beszélgettünk itt egymás közt arról, hogy olyan iszonyú nagy beruházásokat nem is igazán lehet tervezni erre a területre, hiszen nem arra alkalmas se ipari, se egyéb nagy beruházásra. Én azt gondolom, hogy inkább a szellemiséget szeretnénk tovább vinni, tehát az, hogy maradjon egy szabad szellemű, jól élhető város Budaörs, ahol mindenkinek megvan a maga helye, és itt nincsen semmi baj azzal, hogyha valaki másképp gondolkodik, vagy más a véleménye, tegye meg, szabadon mondhatja mindenki a véleményét. Hogy érzi országos kitekintésben, meg az európai parlamenti választások ismeretében, eredményeik ismeretében elmozdult egy picit a holt pontról ez az ország, aktívabbak lettek a választók, kicsit kiegyensúlyozódhat az, amit
a NER-ben tapasztaltunk kormánypárti részről az elmúlt 14 évben? Hát erről jó sokat lehetne beszélni, ami ezt illeti. Eredetileg a mi csapatunknak az az elve, hogy mi az országos pártpolitikát nem hozzuk be, tehát igyekszünk függetleníteni magunkat, pedig hát vannak köztünk, mint ahogy ez többször is elhangzott, mindenféle felekezethez, gyülekezethez tartozók, de ezt nem hozzuk be a mindennapi. Nekünk a lényeg az, hogy a Budaörs fejlődjön. Amit kérdezett, az én megmondom őszintén, hogy most eléggé érdeklődéssel és értetlenül állok a dolgok előtt. Én nekem már régóta meggyőződésem, hogy a jelenlegi Fidesz hatalmat csak belülről lehet megdönteni, vagy reformálni nem, de megváltoztatni, az csak belülről lehet. Ennek vagyunk tanulni most. Igen, most én azt gondolom, hogy igen, az még számomra nem kiforrott, hogy ez hova fog vezetni, hiszen ugye a leglényegesebb dolgok azok most következnek, hiszen a fővárosi közgyűlésbe, az Európai Parlamentbe, a megyei közgyűlésekbe, azt hiszem, hogy a kevésbé, de ez a két nagyon fontos hely van, ahova sok tisztviselőt és sok embert tud küldeni a Tisza párt, és ezeknek a nevét és a hovatartozását, állásfoglalását, párt nézeteit nem ismerjük. Tehát sőt, még azt sem tudjuk, hogy én legalábbis nem lehet, hogy én vagyok a tudatlan, de név szerint fogalmam sincs, hogy kik lesznek azok, akik például beülnek majd a megyei közgyűlésbe, vagy kik fognak bennünket Brüsszelben képviselni. De érdekes lett a politika megint. Egyetlen egy dologra még hadd kérdezzek, egy nem olyan távoli kerületben, ilyen földcsuszamlásszerűen a kétfarkú kutyapárt polgármestert állíthat, egyéni képviselőket juttathat be. Nem tudom, hogy nekik van-e az önök képviselői között tagjuk, de hogy azért ez egy elég furcsa szituáció. Mit gondol erről? Hát az ugyanaz, mint a Magyar Péter féle jelenségről. Az első nagygyűlés után az volt a véleményem, hogy ha másra nem is volt jó, az arra mindesetre fölhívta a figyelmet, hogy mennyi ember elégedetlen a jelenlegi hatalommal. És azt gondolom, hogy a kutyapártnak a megjelenése is, meg egyáltalán az előretörése is pont azt mutatja, hogy a hagyományosnak mondható ellenzéki politizálás az nem hozta meg azt az eredményt, sőt mondhatni, semmilyen eredményt nem hozott. Én most nem akarom azt idézni, amikor azt mondják, hogy csak egy biodíszlet a parlamentben, pedig hát érdemi munkát nem nagyon látunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egész, tehát maga a kutyapárt, a Magyar Péter féle jelenség is arra utal, hogy a mélyben, tehát azért az emberek lelkében van elégedetlenség, és így, hogy ezt meg is lehet mutatni, és ki is lehet nyilvánítani, ez meg is történik. Aztán, hogy ez meddig fog menni tovább, azt még nem tudom megjósolni.